uniós szinten is egyedülálló az az IT laboratórium, amely a hazai fogyasztóvédelemnek segít az ellenőrzésekben. A rendszer nem csak panaszok ügyében jár el, hanem hivatalból is indít eljárásokat. Hogy milyen a jogsértések aránya a hazai internetes áruházak esetében, és kimondottan a megyénkben működőknél, arról is hallhatnak a 35 perc mai adásában. Ha tehetik, tartsanak velünk. Jó estét kívánok! Drágul az étkezési búza, többe kerülhet a liszt is a boltokban. Fókuszban az online kereskedelem, óriási forgalmat bonyolítunk az interneten. A januári jelentős lisztáremelés után áprilisban újra drágítani készülnek a malmok. Ennek oka, hogy nem állt meg az étkezési búza árának növekedése. Ezért átlagosan körülbelül 6%-os emelésre számíthatnak a vásárlók a következő napokban, hetekben. Hogy idén lesz-e további drasztikus árnövekedés, azt egyelőre nem tudni. A lisztnek az árát alapvetően a búza ára határozza meg, mivel egyértelműen búzából készül. Az induló árak búzából Magyarországon 50-52 ezer forint körül voltak, még azt mondom, hogy januárban is igazából nagyon magas, még akkor sem volt, de most a jelenlegi időszakban már 70 ezer forint feletti árak vannak, ami azt jelenti, hogy 72-75 ezer forintos árak is kialakultak az étkezési búzára. Ez nyilván egyértelműen azt jelenti, hogy innentől kezdve a lisztárát emelni kell. Ugye úgy is hirdettük meg a januári áremeléseket, hogy amennyiben nem fog nagyban elmozdulni a búzának az ára, akkor az a lisztárem is elegendő lesz. Igazából az a lisztár körülbelül egy 62-63 forintos búzára lett szabva. Hát ehhez képest ez a búza jóval magasabb, hát így kénytelen a szakmán emelni nyilván április hónapban. És akkor áprilisban ugye jön ez a második emelés, ez milyen mértékű lehet? Körülbelül 5-6%, ami azt jelenti, hogy a fogyasztó, tehát a malmok részéről körülbelül kilónként egy 5 forintos emelkedés várható, ami megvalósulhat. Ez egy magyar embernél azt jelenti, egy 80 kilós éves fogyasztásnál, hogy körülbelül 400 forinttal fogja megnövelni egy embernek a költségét a lisztnek az áremelése. Nyilván ez a fogyasztói árban másképp jelenhet meg, mert nyilván a kereskedelmi ár is erre még rákerülhet, és nyilván ott már magasabb árak alakulnak ki. Ez mennyire számít egyébként drasztikus áremelésnek, így az elmúlt évek tekintetében? Hát ilyen mértékű búza árnövekedés utoljára 2010 és 2011-ben volt. Akkor indultunk 2010-ben 36 ezer forintos tonnánkénti búza ára, amiből 2011 márciusára 82 ezer forintra ment fel a búzának az ára, és ott 170 forintos lisztár is már ki tudott alakulni eladásnál. Tehát itt azért mondom, hogy még hál' Istennek nem ott tartunk, de most ez a szezont ahhoz tudom hasonlítani búza árnövekedésben, tehát olyan mértékű elmozdulás van a búzából, ami most nyilván azt jelentette, hogy lisztből legalább egy 10-15%-os árama is kellene végrehajtani ahhoz, egyáltalán a szakmának a rentabilitása meg tudjon maradni. Mi okozta a búzánál ezt a hatalmas áremelkedést most? Igazából azt kell, hogy mondjam, hogy nem a búzának a termése. Ugyanis a világban megtermett a 700 millió tonna búza, Magyarországon megtermett az 5 millió tonna búza, tehát még nem, egyáltalán nem ez okozza. Igazából nyilván az árakat alapvetően a kereslet kínálat határozza meg. Itt a kereslet futott fel nagy mértékben, részben azért, mert exportban, Európában is komoly kiesések lettek, tehát nem úgy, hogy az össztermésben, hanem egyes országokban, tehát Franciaországban 12-13 millió tonna esett ki, Egyesült Királyságban 10 millió tonna termés esett ki, és Romániában, a szomszédban kb. 3 millió tonna. Ez ugye azt jelentette, hogy itt egy felfokozott kereslet lett részükről, ugye a franciák mindig lekötik a termésük jelentős részét eladásra, és ők ugye most vásárlásokat kellett, hogy eszközöljenek ahhoz, hogy tudják teljesíteni a szerződéseiket. Emellett ugye megvannak a hagyományos piacaink is, ugye Magyarország legnagyobb vásárlója, Olaszország, Ausztria, Románia, illetve Szlovénia. Ezek a legnagyobbak, ezek úgy, hogy megmaradtak nekünk vásárlóként, és ami még a világpiacot befolyásolta nagy mértékben, Kína. Kínának két ok miatt nőtt meg az igénye most a búzára. Egyik, hogy a sertéspestisben ugye hatalmas tömegű sertés vágtak ki, és most kezdik visszatelepíteni, tehát takarmány szükséges ahhoz, hogy az új állományt el tudják látni. Másik az, hogy a kínai emberek az egyoldalú rizses táplálkozás miatt úgy gondolják, hogy ők is szeretnének nagyobbak lenni, vagy dalmasabbak lenni, nem ilyen apró termetűek, és elkezdtek húst tenni, illetve elkezdtek celáliát fogyasztani, és ez, hogy Kínában bármilyen elmozdulás van, az a világot egy pillanatra meg tudja mozdítani.
ezek az alapvető okai, belföldön pedig igazából a belföldi ok, ugye részben a takarmányosoknál is a olajos magvak, tehát a szója, a napraforgó, a repce nagyon nagy mértékben emelkedtek. Emiatt ugye fehérjét kell valami módon pótolni, mert azok az árak egyszerűen nem tudták a takarmányt előállítani, és megpróbáltak helyette búzát pótléként behozni, és elkezdtek ők is búzát vásárolni, tehát belépett egy új piaci szereplő, és ugye Mészáros Lőrincnek az új gyára, mire szól, Gyöngyös Visontán a búza feldolgozó, az évi 2500 vagy 250 ezer tonnájával is újként lépett be a piacba, tehát ezek mind megmozgatták a keresletet, és nyilván ennek az lett a következménye, vagy az eredménye, hogy itt az árak megemelkedtek. Ugye itt nagyon sok környező európai országot is említett, ahol nagyon visszaesett a termés. Ez minek tudható be az időjárásnak, vagy esetleg a koronavírus volt erre valamilyen hatással? Hát koronavírus nem befolyásolja a termést, így gondolom. A paraszt emberek úgy vannak a koronavírussal, hogy van vírus, de dolgozni kell. Hát én magam is paraszti családba születtem, tehát a paraszt ember az ilyeneket nem szokott fennakadni, tehát ha szántanik, ha vetnik, akkor vet. Igazából itt az időjárás nyilván befolyásoló tényező, tehát nagy mértékben az időjárás határozta meg. Hát illetve most már ugye mindenki megpróbál olyan fajtákat vetni, elsősorban a francia típusú búzákat, amik magas terméshozamok, ugye nem olyan nagyon jók. Magas termés azt jelenti, hogy hektáronként tudják hozni a 7-8 tonnát, nem pedig az 5-6 tonnát, amit a magyar fajta búzák esetleg. És ugye emiatt viszont ezek a búzák jóval érzékenyebbek. Tehát ha nem optimális az időjárás részükre, akkor ezek a búzák nem tudják azt teljesíteni, amire lettek elő, vagy előállítva, és igazából az elmúlt esztendőkben ez fokozottan előjött, tehát rosszabb lett az időjárás ezen fajta búzák részére, és emiatt nyilván kiesés történt. Ugye itt az előbb említette Kínát is. Nagyon érdekes szerintem, a magyar lakosság nagy része nem is gondolná, hogy ha Kínában történik valami, akkor az a magyar liszt árra ilyen hatással van. De a szerencsétek, hogy több mint 2 milliárd ember van, tehát ott, ha bármilyen változás történik, ugye Kínának a hús, egyfőre jutó hús fogyasztása éves szinten úgy tudom, 40-50 kiló körül van maximum. Indiái még kisebb, az 20-30 kiló körül van, de ugye az európai emberi, akár Magyarország is, ilyen 70-80 kiló körül van éves szinten, Amerikában 100-110 kiló körül van, tehát ha csak a 10 kilóval emelik meg Kínában ezt a dolgot, ez az egész világot be tudja, úgy értem, hogy fel tudja pörgetni, és innentől kezdve óriási igény lesz. Most már olyan szinten kezd mozgolódni a dolog, hogy arra is van kezdeményezés, hogy irányvonattal innen vigyünk le lisztet Kínába, ami 17 nap alatt le tud futni, nem is rossz egyébként az elgondolás, tehát elképzelhető, hogy ebből még a létre is jöhet valami, tehát mondom, tehát keresik a helyeket a kínaiak, onnan be lehet szerezni a megfelelő mennyiségű hortékat. Hogyha visszatérünk a belföldi piacra, ugye itt nem sokára itt a húsvét, ilyenkor azért a háziasszonyok nyilván nagyobb adag lisztet vásárolnak. Ez átlagosan milyen mennyiséget jelent, és ezt most milyen áron tudjuk beszerezni? Hát jelenleg úgy gondolom, hogy a húsvét előtt a szakma nem nyúl hozzá, tiszteletből se fog hozzányúlni az árakhoz. Tehát abban mindenki április 6-a után fog hozzányúlni, és emeli meg az árait. Tehát nem zavarjuk meg a húsvét ünnepeket azzal, hogy most közben emelünk árat, úgy gondolom. Nyilván többet vásárolnak. Tehát aki eddig 2 kilót vett, az most 3-at fog venni. Tehát a magánfogyasztóknál ez többletet jelent. Sütőiparnál sokat nem jelent, nyilván mert a sütőipar ugyanúgy teljesíti a dolgát és süti a kenyeret. A Covid miatti mostani szigorítás már hál' Istennek nem hozott olyan pánikot egyáltalán, mint az első az elmúlt esztendőben. Hát egy évvel ezelőtt itt olyan harci helyzet volt, hogy majdnem azt mondom, hogy éjjel-nappal hiába dolgoztunk, nem tudtuk kiszolgálni elegendő lisztet. Most azért ehhez képest jóval nyugodtabb a helyzet. Az emberek azért elfogadták azt, hogy itt Magyarország nem fog liszt nélkül maradni, meg WC-papír nélkül sem fog maradni. Tehát itt azért most jóval nyugodtabb a lakosság is, és ez egy normális ütemet tart abban, hogy a fogyasztások és a vásárlásból. Igen, pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy a tavalyi pánik és a most hamarosan bekövetkező húsvét együttesen lehet-e valamilyen hatással a boltok polcaira, de akkor ezek szerint nem. Nem, a mostani mondom, sokkal nyugodtabb a lakosság, tehát az elmúlt esztendőben itt március-április hónapban nem álltunk meg, azt jelenti, hogy itt éjjel-nappal, szombat-vasárnap mindig végigdolgoztuk az egészet ahhoz, hogy tudjuk teljesíteni az igényeket. Most már mindenki felfogta azt, hogy
Ugye akkor is nyilatkoztam többször is azt, hogy Magyarországon legalább kétszer annyi búza terem, mint ami Magyarországnak az ellátására szükséges, minimum kétszer annyi. Tehát azért mondom, hogy itt nem által egy olyan helyzet Magyarországon, hogy nem tudunk kiszolgálni embereket, hogyha itt legfeljebb annyi, hogyha ha valaki 2 kiló helyett 10 kilót vesz nyilván, és mindenki ezt csinálja, akkor nyilván megzavarja a gyártást, de mondom, hogy most teljesen nyugodt ehhez képest a termelés. Akkor április 6-a után várható a következő lisztár emelkedés. Idénre van-e még terv, vagy szükséges lesz-e még tovább emelni esetleg az árakat? Hát, ahogy emlegettük 2010-11-et. De 2011-ben, attól függetlenül, hogy márciusban 86-2000 forint volt a búza ára, azért ez a búza visszaállt a normál rendjére, és 2011. július-augusztusára azért ehhez képest egy jókora csökkenés történt, és kisebb állt, tehát visszajött egy normál helyzetre a piac. Most azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem történelmi magas árat fogunk dönteni. Jelenleg vannak kereskedők, akik már 60-62 000 forintos árakon kint vannak az új búzára. Én 40 éve ezt a szakmát üzem, vagy csinálom, én még ilyen árat nem tapasztaltam, tehát ilyen magas áron még búza nem indult el Magyarországon, mint ahogy most el fog indulni. Nyilván nem fog olyan ütemben növekedni remélhetőleg, de hogy most nagyon magas áron indulunk, ez teljesen biztos. Hát még annyit itt az összefüggésekhez, hogy 2010-ben is nem volt indokoltsága termés szempontjában annak, hogy ilyen mértékű növekedés következett be a terményeknél. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha belegondolok abba, hogy addig általában ezek a nagy pénzalapok, amerikai, kanadai pénzalapok, nyugdíjalapok, ezek általában aranyjal és a kőolaj származik, tehát kőolajjal, vagy a kőolaj származékokkal kereskedtek, ügyeskedtek, spekuláltak. Most 2010-ben, 2011-ben bejött a búza is, mert a kukorica is, tehát olyan mértékben tudták elmozdítani az árát, és erre is rámentek, hát nyilván óriási mértékű hedzselés történt Chicagóban a tőzsdén, és olyan mértékben tudtak rámenni, hogy ezáltal bemozdult és megmozdult az ár. Most sincs meg az indokoltsága, most sem volt meg az indokoltsága annak, hogy ilyen mértékű növekedés következzen be, de jelenleg is ez van. Most ez a világban most már néz ki, hogy előfordulhat, ez a három termék, ez bizony, mikor melyiket mozgatják meg, mikor az aranyat, mikor az olajat, mikor pedig a terményeket. Ezek szerint a termény is bekerült ebbe a körbe. €114 milliárd forintos forgalmat bonyolítva csúcsot döntött Magyarországon az elektronikus kereskedelem 2020. áprilisában. A felmérések szerint a felnőtt magyar internetezők 91%-a szokott rendszeresen online vásárolni. Éppen ezért vált kiemelt területté az internetes kereskedelem ellenőrzése a fogyasztóvédelemnél is. Uniós szinten is egyedülálló színvonalú internetlaboratórium erősíti a hazai fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket. A rendszer nem csak fogyasztói panaszok miatt jár el, hanem a piac folyamatos ellenőrzése során úgymond hivatalból is indít eljárásokat. A hazai internetes áruházak nagyjából 80%-a jogsértően üzemel. A laborban dolgozó hatósági szakemberek próbavásárlásokat végeznek, amelyeknek a folyamatait akár videófelvétellel is rögzítik, majd a végén amennyiben fennáll valamilyen jogsértés, elindítják az eljárást. 2017 óta van a minisztériumnak egy IT laboratóriuma. Ennek az előzménye az volt, hogy 2016-ban, tehát 5 évvel ezelőtt módosítottuk a fogyasztóvédelmi törvényt azért, hogy az elektronikus kereskedelmet hatékonyabban tudjuk ellenőrizni, mint fogyasztóvédelmi hatóság. Ugyanis óriási volt a kifogásolási arány a webáruházak ellenőrzése során, tehát azt lehet mondani, hogy amit a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzött webáruházakat, annak átlagosan a 80%-ánál találtak valamilyen jogsértést, a 80-90%-ánál, és ezért módosítottuk a fogyasztóvédelmi törvény bírságolási szabályait, méghozzá úgy, hogy a korábbi 15 000 és 500 000 forint közötti bírságsávot az online kereskedelem területén megemeltük 200 000 és 2 millió forintos bírságsávra.
kizárólag az ismételt ellenőrzések során tapasztalt jogsértéseknél. Tehát magyarul, mivel a jogsértő webáruházak ellenőrzése során ugye a 80%-nál talált valamilyen kifogásolást a fogyasztóvédelmi hatóság, nagyon sokszor ismételten is ellenőrizte, hogy megnézze, hogy a webáruházak továbbra is, mondjuk egy fél év múlva jogsértőek-e. És az volt a tapasztalat, hogy jogsértőek, tehát több mint 50%-uk továbbra is jogsértő volt, nem figyelt a fogyasztóvédelmi hatóság kötelezésére, és az ismételt ellenőrzés során 15.000-től 500.000 forint értékig tudtak kiszabni bírság összeget, de ez ugye nem volt kellőképpen motiváló a webáruházak részére, ezért volt ez az óriási jogsértési arány, és a bírságsáv megnövelkedésével viszont azt tapasztaltuk 2017-től, hogy a korábbi 50% fölötti ismételt ellenőrzési jogsértési arány már 14-15%-ra csökkent. És azzal, hogy hatékonyabban tudjuk ellenőrizni az online piacot, az online kereskedelmet, létrehoztuk az IT laboratóriumot 2017-ben, tehát miután a törvénymódosításra sor került. És így 2017 óta már több mint 3000 webáruház ellenőrzésen vagyunk túl, de az IT laboratórium belül a fogyasztóvédelmi hatóság is ellenőrzi a webáruházakat. A laikusoknak vagy a nézőknek hogyan kell elképzelniük ezt az IT labort, hogyan vagy milyen eszközökkel ellenőriznek? Jellemzően a kollégák laptop, tablet és okostelefonon keresztül ellenőriznek, tehát itt az a cél, hogy egy klasszikus webáruházas vásárlást szimuláljanak a kollégák, és megnézzék azt, hogy a webáruházak betartják-e, vagy az applikációk betartják-e a jogszabályi előírásokat, tehát ez egy klasszikus webáruház ellenőrzést jelent, minden tájékoztatás megfelelő-e a fogyasztók részére, majd ezen felül történik a próbavásárlás, ugyanis nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy hiába a webáruházon például tökéletes az általános szerződési feltétel, mindenről tájékoztatják a fogyasztót, viszont a gyakorlatban nem az valósul meg, amiről tájékoztatnak a jogszabály szerint, tehát például a szállítási időről való tájékoztatás megtévesztő, vagy a fogyasztó nem tud elállni. Jelen esetben ugye mi vagyunk, vagy az IT labor a fogyasztó, és a próbavásárlás ellenőrzése alapján, hogyha jogsértést tapasztalunk, akkor indul a hatósági eljárás is. Ez egy zárt rendszerben történik. Éppen azért, mivel ezek ugye hatósági próbavásárlásoknak számítanak, azért a részleteket nem adnánk ki, de valóban ez úgy néz ki, mintha egy átlagfogyasztó vásárolna, csak mögötte van egy hatósági kontroll is, rögzítjük az ellenőrzés folyamatát, például nagyon sokszor videós ellenőrzések is történnek, vagy videós rögzítések is történnek, ugyanis gyakran felugrik a vásárlás során egy-egy promóciós ablak, vagy vásárlásra ösztönzés, vagy egyéb információ, és ezek is ugye a hatósági eljárás során jelentős többlettel rendelkeznek, főleg a megtévesztő állítások esetén, vagy a csodát ígérő termékek esetén alkalmazzuk ezt a megoldást, hiszen ott nagyon sokszor az fordul elő, hogy egyoldalú a kommunikáció a webáruházzal, tehát nincs is klasszikus weblap, hanem csak egy oldal, ahova be kell írni az elérhetőségeinket, csodát ígérő krémeket vagy táplálékkiegészítőket tudunk rendelni csomagokban óriási akcióval, és ezt követően pedig telefonon hívnak minket, hogy ajánljanak több terméket, amely még eredményesebb hatást tud biztosítani számunkra, és nyilván ezeket azért ilyen fiktív módon kell elvégeznie a kollégáknak. Majd ezt követően ugye a teljes folyamatot lezárva tudjuk megállapítani a jogsértést, és utána a kormányhivatalnál, aki ugye a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben jár el, megindul a hatósági eljárás az adott céggel szemben. Ilyenkor, ha egy próbavásárlást végeznek, és a folyamat végeztével adott esetben akár a termék is megérkezik, akkor azt még további laboratóriumi ellenőrzéseknek is alá szokták, vagy alá tudják vetni? Igen, nagyon sokszor jellemző ez, illetve ez is a gyakorlatunk, hogyha megérkezik a termék, főleg, hogyha azt látjuk, hogy nagy valószínűséggel megtévesztő állításokat mondanak a termékről, akkor sor kerül laboratóriumi ellenőrzésre is. Jellemzően ezek a táplálékkiegészítők vagy kozmetikumok lehetnek. Ugye itt
nagyon sokszor többletállításokat mondanak a termékről, tehát például pár nap alatt megfiatalodunk 10 évet, és 10 kilót tudunk lefogyni 2 nap alatt, tehát ez ilyen állításokat is szokta a laboratóriumunk ellenőrizni, de van, amire például az ogyének van hatásköre, és azt áttesszük az ő laboratóriumukba, de az ITM-nek, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak van egy akkreditált vegyipari laboratóriuma és egy műszaki laboratóriuma, és ott kezdjük ellenőrizni ezeket a termékeket, de azt így kihangsúlyoznám, hogy nem csak a megtévesztés miatt, hanem nagyon gyakran átmegy ez egy piacfelügyeleti ellenőrzésbe is, amely azt jelenti, hogy a termékbiztonságot is megnézzük. Például egy-egy fúrógép esetén, vagy más villamossági termék esetén, ha silány minőségű termék érkezik, akkor nagyon gyakran áttesszük ezt a műszaki laborba is, ahol tudnak rajta villamossági ellenőrzéseket is végezni, és hogyha bebizonyosodik, hogy ráadásul kockázatos is a termék, akkor ugye termékbiztonsági szempontok miatt, vagy kifogás miatt is elindul a hatósági eljárás. És ilyenkor akár az is az eredménye lehet, hogy a terméket ki kell vonni a forgalomból. Az elmúlt egy évben nyilván kiemelkedő jelentősége volt ezeknek az ellenőrzéseknek, illetve ennek az IT labornak, hiszen nyilván nagyon sokan interneten intéztek mindenféle vásárlást most már, tehát akár az alapvető élelmiszerektől kezdve a recept nélküli gyógyszerekig. Megnövekedett esetleg a lakossági bejelentések száma, vagy az általános önök által végzett próbavásárlások száma? A lakossági bejelentéseket nem érzékeltük kiemelten, viszont a próbavásárlások és a webáruház ellenőrzések száma a duplájára növekedett, gyakorlatilag magában a koronavírus járvány miatti ellenőrzések száma az közel 900 webáruház volt, és ezen felül is volt még több száz úgynevezett klasszikus ellenőrzés, és ugye a járvány miatti megtévesztő állításokat ellenőrizte a Fogyasztóvédelmi Hatóság ebben a 900 esetben. Nagyon sokszor volt, ugye, hogy gyógyszereket vagy egészségügyi készítményeket állítottak úgy, hogy koronavírus ellen hatásosak, tehát ezeket is a klasszikus ugye, csoda termék kategóriába soroltuk, és ezért került sor a hatósági eljárás megindítására. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében működő webáruházak kapcsán van esetleg statisztikai adatuk, hogy innen ellenőriztek el webáruházakat, ha igen, akkor hányat volt esetleg, ami problémás volt? Igen, a tavalyi évben egyébként Szabolcs-Szatmár Bereg megyében is 1 millió 400 ezer forint bírságot kellett kiszabni kizárólag a webáruház ellenőrzés során, ugyanis ott több mint 60 ellenőrzésre került sor, és ebből a 63 ellenőrzés egyébként 34 esetben kellett kifogásolni a hatóságnak a webáruházakat, és 7 esetben pedig ismételt ellenőrzésre is sor került, ahol minden esetben jogsértő volt a webáruház, és ezért kellett bírságot kiszabni, amely ugye, mint az elején említettem, ez 200 ezer forinttól 2 millió forint értékig terjedhet, és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében ez 1 millió 400 ezer forint volt, és a kifogások okai elsősorban abból adódtak, hogy hiányos volt a tájékoztatás az elállási jogról, ugye 14 napos elállási lehetősége van a fogyasztónak, hogyha webáruházakból rendel, tehát indoklás nélkül visszaküldheti a terméket, de hibás volt a tájékoztatás például a jótállás szavatossági jogokról is. Például volt olyan webáruház, amely azt mondta, hogy minden általuk forgalmazott új termékre 6 hónap szavatosság és minimum 12 hónap jótállás kötelező. Ugye a szavatosság az 2 év a jogszabály szerint, és tavaly még 1 év volt a kötelező jótállás, és ami ugye jogszabályban alap kötelezettség, azt nem lehet promócióként eladni, úgymond, tehát nem lehet ezt hirdetni, mint többlet szolgáltatást, de például azt is feltüntették más webáruháznál, hogy a terméket csak eredeti állapotban, eredeti csomagolásban veszik vissza, ugye ez sem lehet előírni az elállás során. A Szabolcs-megyei átlag akkor a tavaly évben, ha jól értem, a vállalkozások majdnem 50%-a még mindig elkövet valamilyen szabálysértést. Ezt országos átlagra is lehet vetíteni, vagy azért mondjuk más megyékben sokkal jobb a helyzet, és nem lehet országos átlagot vagy következtetést vonni ebből?
De abszolút lehet országos következtetést is vonni, sőt, még Kapolcát-Márk-Bereg megyében ilyen esetben, vagy ebben az esetben még jobb is a helyzet, ugyanis azt kell mondani, hogy országosan továbbra is a webáruházak 80%-a jogsértő első esetre, tehát az első ellenőrzésnél, és az ellenőrzésnél csökken le radikálisan a jogsértések száma, ugyanis ott már a bírság is jóval nagyobb, illetve a jogsértő webáruházak felkerülnek egy adatbázisba, amely a jogsértővebáruházak.kormány.hu oldalon láthatóak, és ez már az első ellenőrzés során is megtörténik, tehát azok a webáruházak, amelyeknél valamilyen kifogást talált a hatóság, felkerülnek ebbe az adatbázisba, pont azért, hogy a vásárlás előtt a fogyasztók tudjanak tájékozódni, hogy melyek azok a webáruházak, amelyek jogsértőek voltak. De egyébként a tapasztalat az, hogy a webáruházak nagy része, tehát tényleg aki jogkövető módon akar működni, de előfordul az, hiszen nagyon részletes a szabályozás, és nagyon sokféle követelmény van a webáruházakkal szemben, előfordul az, hogy valamilyen jogsértést követel, hiányos a tájékoztatás. Ezek a vállalkozások nagyon gyorsan teljesítik a fogyasztóvédelmi hatóság határozatában foglalt követelményeket, akár egy-két-három hétembe már orvosolják a problémát, és ezeknél a vállalkozásoknál az adatbázisban zöld színnel feltüntetjük azt, hogy a webáruház már nem jogsértő, és nyugodtan lehet tőle vásárolni, hiszen teljesítette a határozatban foglaltakat. És ezzel pont az a cél, hogy támogassuk a vállalkozásokat is, hiszen jogszabály alapján az adatbázisban 2 évig kell feltüntetnünk, illetve fenntartani ezt a jogsértő webáruházat, de mivel az adott webáruház akár 1 hónapon belül is orvosolta a jogsértést, ezért ne kerüljön hátrányos helyzetben a fogyasztóknál, és ezért feltüntetjük ezt a tájékoztatást. Megnyugtatásul a fogyasztóknak és vásárlóknak, hogy ettől a vállalkozástól már lehet vásárolni, mert nem jogsértő többé. Vállalkozói oldalról nézve, a legtöbb hatóságnál azért tapasztalható az elmúlt időszakban, hogy nyilván a szankciók mellett azért igyekeznek segíteni is a vállalkozásokat, hiszen annyira gyorsan változnak a jogszabályok, és annyira sok minden változik körülöttünk, főleg most ugye az internetes vásárlások területén is akár, hogyha mondjuk én szeretnék indítani egy webáruházat, van arra lehetőségem, hogy kérjek esetleg egy önellenőrzést? Akár erre is van lehetőség, ugyanis első ellenőrzés során a fogyasztóvédelmi hatóság csak figyelmeztet, tehát nem szabunk ki bírságot, hanem egy kötelezés kerül kiszabásra, viszont arra is van lehetőség, hogy konzultáljon a hatósággal előzetesen a webáruház üzemeltetője, illetve a webáruház elindítója, tehát szokott erre példa lenni, hogy előzetesen állásfoglalást kérnek tőlünk webáruház üzemeltetők, hogy jogkövetően szeretnének működni, sőt ugye a kormányhivatalok, mint fogyasztóvédelmi hatóság visszajelzései alapján az elmondható, hogy sokszor a vállalkozások örülnek is egy-egy első fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzésnek, hiszen mindössze egy kötelezésre kerül sor, és ebből következően, tehát a hatóság megállapítás következően biztosan tudják azt, hogy mikor jogkövető a webáruház valójában. Tehát, hogyha valamilyen kifogást tett a hatóság, vagy teljesítik, akkor onnantól kezdve maximálisan betartják a jogszabályt. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb jövő héten találkozhatnak ezzel a műsorral. Várjuk Önöket akkor is, meg addig is. Viszontlátásra!